Nagy volt az érdeklődés a táncfesztiválon, ahol 8 gyermek és 13 felnőtt csoportból mintegy 450 fellépő szórakoztatta a közönséget. Tóth István szervező elmondta, tavaly elmaradt a felnőttek bemutatkozása, így idén egy napon szervezték meg a két eseményt. Azért került egy napra, mert a tavaly évről átcsúszott a felnőtteknek a bemutatkozása, és akkor igazából így egyszerűbb talán a csoportoknak, hogy a felnőtt meg a gyerekcsoportok elindulnak, akkor a költségek kímélése miatt akkor így egy füst alatt le tudjuk zongorázni ezt a rendezvényt. Úgyhogy így összevontuk ezt, és akkor így kicsit egyszerűbb az együtteseknek a bemutatkozás, nem kell annyit utazni, és akkor egy napon itt mindenki meg tudja mutatni magát. Hogyan fog felépülni a program, miből fog állni? A program elején jobban a gyerekek fognak bemutatkozni, és a vége felé pedig a felnőtteknek a produkciója lesz látható. Közben a busok is megérkeznek hozzánk, ugye mai nap itt vannak Nagykanizsán a busok, az Erzsébet térrel feljönnek majd ide a színházterembe, itt is kicsit zajoskodnak, itt is előzzük a telet, és utána folytatódik majd a program. A szóba került, hogy a táncos előadások után érkeznek majd a busok, nekik mi lesz itt majd a szerepük? Hát a busok, ők igazából ezt a télüzést fogják végrehajtani, ez egy ilyen télüző népszokás, felvonulás, ricsajozás, kis zajkert, és előzik a telet, tehát egy ilyen kis színfoltja lesz a mai rendezvénynek. Nem csak Kanizsáról, hanem Lentiből, Sármellékről és Keszthelyről is több csoport jött a fesztiválra. Rácz Petra néptáncpedagógus 5 zalaegerszegi együttessel érkezett. A céljuk az volt, hogy ne csak a szűkebb környezetüknek mutathassák be a koreográfiáikat. Beszélgessünk arról, hogy ennek a mai fellépéseknek, mert hogy több csoporttal érkeztetek, mi a jelentősége? Nagy örömmel vettük, amikor a Tóth István Csonti megkeresett minket is, hogy lesz ez a megyei antológia, a tavalyi évben is itt voltunk, és nagy lelkesedéssel jöttek a szülők is, illetve a felnőtt táncosok is azonnal igent mondtak, hogy igen, persze menjünk, mutassuk meg Nagykanizsán is, hogy mit tudunk. Több csoporttal érkeztetek, ők milyen korosztály, nemek szerint hogyan oszlik fel? Igen, 5 csoporttal érkeztünk, egészen az óvodás korosztálytól a nyugdíjas korosztályig foglalkozunk táncosokkal. Az alai aprók, ők az óvodás korosztálytól elég fel, van a Vadóca Gyermektánc Együttes, ahol az általános iskola alsó tagozatosaival foglalkozunk. A Bibrics Tánc Együttes, ők a felső tagozat és a középiskolás korosztálynak nyújt lehetőséget a táncolásra. A Generációk Tánc Együttes egy egész érdekes koncepció, hiszen családok alakítják a Bibrics Tánc Együttesnek az idősebb táncosai és a felnőtt tánc együttesekből lelkesen táncolók, a Zala Senior Tánc Együttesből még aktívan táncolók adják a fő magját, illetve van egy Folkoldok nevezetű formációnk, ahol inkább nyugdíjasok táncolnak. Hogyan kell elképzelni a felkészülést egy-egy ilyen fellépés előtt? Hát mondjuk annyiból szerencsénk volt, hogy december végén volt egy ilyen nagyszabású gálaműsorunk Zalaegerszegen, ahol minden csoport megmutatta, hogy az adott évben mit tanult, úgyhogy így egy kicsit könnyebb volt. Bár volt feladatunk, hiszen itt a vírusos helyzetben nagyon sok lebetegedés volt, úgyhogy ez a hét ez arról szólt, hogy a csapat egy része kúrálta magát, és az utolsó próbán próbáltuk itt a hiányzó embereknek a helyét beállítani. A Néptáncfesztiválra sokan voltak kíváncsiak, így a fellépők teltház előtt léphettek a színpadra.